Sziasztok, kicsomizók! Csocsó vagyok, és kaptam egy szép dobozt. Meg is nézem, mi van benne. Kinyitom, egy boríték! Oké, nézzünk is bele! Megfordítom, kiveszem a kérdést, és mindjárt megválaszolom. Lássuk csak! Legviccesebb nyári pillanat? Ez egy jó kérdés, de azt hiszem, amikor Kikivel és Mimivel strandolni voltunk, és kértünk egy fagyit, képzeljétek, az én fagyim egyszerre csak kiesett a tölcsérből. Tuti szellemek voltak. Hát persze, Csocsó, szellemek. Fagyjevő szellemek nagy fogakkal és óriási szájjal. Jól van, nevetgéljetek csak, de én éreztem a jelenlétüket, és a fagyimra pályáztam. Pont a te fagyidra. És miért is, ha szabad tudni? Mert nekem jó az ízlésem a fagyik terén. De erről már beszéltünk? Hát persze, Csocsó! Hát persze, minden világos. Ennek örülök, megnyugtató. Nem hiába volt a tanításom. Na de kicsomozok, ti is meséljetek el a nyár legviccesebb pillanatait. Írjátok meg kommentben! Nézzük meg! Hát, ha rejtnék valamit ez a sok zöld kis civetszavat. Igen, ott már látok valamit, de vajon mi lehet ez? Tű! Hú, ez egy Minecraft figura! Ez nagyon menő! Méghozzá egy túlvilági figura! És most félre is rakom. Nézzük még, mit rejtnék ez a doboz. Még turkáljunk ki egy picit. Nézzük csak. Igen, látok valamit! Igen! Látom! Ez egy nagyobb doboz! Ugyanolyan, mint az előző, csak más karakterrel. Ez nagyon menő. Oda van írva, hogy Caves and Cliffs. Barlangkaland, azt jelenti. Lehet bányászni, felfedezni, és lehet építeni. Ez nagyon jó. És lehet craftolni, vagyis építeni. Ez egy igazi barlangkaland lesz. Már nagyon izgatott vagyok. Picit megvan ijedve. Lehet, hogy a pók okozta. Na de most segítek neki. Én bátrabb vagyok. Nem félek én holmi kis póktól. És még havat is tartalmaz a doboz. Ez nagyon menő. Úgy látom, hogy 5 éves kortól ajánlott ez a játék. És ami a legmenőbb, az, hogy igazi arany lesz a kincs. Legalábbis, ha megtaláljuk. Remélem, ebben a dobozban lesz. Fordítsuk is meg. Itt van az összes lépés, 1-től 16-ig. Na de ezt meg később megnézzük. Inkább kezdünk is hozzá. Bontsuk is ki. Így, mi? Itt van a használati útmutató. Ez a későbbiekben jól jöhet, ezért félre is rakom, és jöhetnek az elemek. Úgy látom, ez egy láda. Nagyon király, biztos abban sok kincs van. Ez pedig egy doboz. Vegyük ki ezt a nagy barlangot. De menő mintája van. Nagyon sok helyen van rajta hó. Fordítsuk meg. Tű, itt még több hó van, és ráadásul egy kapu is ott van. Biztos ott van a hátsó bejárata. Ez egy zacskó, a zacskóban pedig... itt van a jégcsákányunk. Ez biztos nagyon hasznos lesz. Ezzel fogunk majd dolgozni. Na, nézzük meg a használati utasítást. Itt is 16 rész van. Ez ugyanaz, ami a doboz hátulján volt. Gyorsan összefoglalom nektek. Először is letépjük a fóliát. A jégcsákánnyal betörjük az ajtót, öntünk bele 5 rekesznyi vizet, megrázzuk, ezt a két folyamatot megismételjük még egyszer, havat varázsolunk, kiszedjük belőle az elemeket, feltörjük az extra ablakokat, és már csak össze kell rakni a figuráinkat. Ennyire egyszerű. Úgy látom, itt vannak a karakterek. A 6 darab közül 2 karakter benne fogsz találni. A kis szívekkel és némi vízzel majd össze tudjuk ragasztani az elemeket. De majd megmutatom később. Látjátok, ez a 3 figura szett gyűjthető össze. Tök kíváncsi vagyok nekem, melyik lesz. Na, lássunk is hozzá. Kell hozzá némi víz. Ez a kis láda. Ebbe kell tölteni a vizet. Lehúzzuk a fóliát. Így, itt található az 5-ös számú lépés.
Az előző 4 lépés a doboz kibontása volt. És végre jöhet az 5-ös. Lehet zúzni egy kicsit, ki kell lyukasztani a jégcsekkelnőddel a matricát, és ebbe kell majd menni a vizet. Nézzétek csak! Ez nagyon izgi, tele lehet tölteni az egészet vízzel. Ott már látok is valamit? Vajon mi lehet az? Na mindegy, jöhet a víz. 1, 2, 3, 4, és jöhet az 5. Így né. És most rázzuk! Hűha! Ott már van egy kis hó. Meg is tapogatom. Tyű, ez tök sejmes. Mint ha igazi lenne, csak nem hideg. Most megcsináljuk ugyanezt még egyszer. És kész! Hűha! Tépjük le azt a fóliát gyorsan! Igen! Temérdek hó! Ú, de menő! Ott vannak benne az elemek, abból kell majd kiszedni. Ú, de nézzétek, milyen jó ez a hó! Tényleg igazi havat csináltunk. Nem hideg, de a tapintása teljesen egyezik. Rázzuk le, hogy tiszták legyenek a karakter részei. Itt a teste, ez a feje, ez pedig a haja. Eldobta a haját. Na nem baj, majd visszatesszük rá. Hé, és a kezei? Aha, megvan. Hú, azért még beletúrok egyszer. Na öntsük is ki a havat. Ú, de jó, ezt figyeljétek! Nagyon jó vele gyurmázni. Na nézzük is a barlangot. Azt hiszem, rapul itt még valaki. És jól sejtettem. Itt van a pók. Itt a feje. De vérengző. Na de még bányászunk egy picit, hát ha találunk valamit. Így bezúzom. Nagyon jó érzés zúzni. Igen, és találtam valamit. Egy kék fákja az, ha jól sejtem. Nagyon menő. Nézzétek csak, oda lehet a barlang oldalához illeszteni a jégcsákányodat. Itt sose veszik el. Na jöhet a doboz. Lesünk bele. Jó kis mintája van. Kinyitom szépen. És mit rejt a láda? Életet. Ezt kell majd belerakni az emberbe meg a pókba. Ez pedig egy pipetta. Ez nagyon menő. Képzeljétek, ez egyben életet is ad, és ezzel ragasztjuk össze a figuráinkat. Meg is mutatom, hogyan. Veszünk egy elemet, nyomunk bele egy szívet, szépen ráigazgatjuk, így né, most már a helyén van, felvesszük a pipettánkat, és elkezdünk ragasztani. És ha rácsepegtetünk a szívre, össze fog ragadni a másikkal. Így né. Látjátok? Jöhet a feje, arra pedig a haja. Nagyon jó. Tök szuper lett. És meg is van a karakterünk. Jól néz ki. Hú, bírom ezeket a figurákat. És ráadásul gyűjthetőek. Most jöhet a pók. Őt is rakjuk össze. Ugyanúgy, mint a karaktert. És már kész is van. Nagyon menő. És egyben rémisztő is. De én nem félek ám tőle. Látjátok? Megvan a külön helye. És a bábunknak is. Menő nagyon. Igazán kicsomisztikus. Így is el lehet őket helyezni. Most nézzük meg a másik dobozt. Ez is a Minecraft Caves and Cliffs szériából van. És ez is 5 éves kortól ajánlott. Itt is lehet bányászni, felfedezni és craftolni. Ugye milyen merő? És ez a túlvilági szett. És itt is van kincs. Méghozzá a kincs igazi arany itt is. Nagyon menő. Ez 10 színből áll. Vagyis 10 lépés összeépíteni. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan. Nyissuk is ki. Így né. Itt van a használati útmutató. Itt is van egy ilyen doboz.
Ez nagyon menő. Vajon mit tartalmazhat? Majd megnézzük. De először nézzük meg a használati útmutatót. Itt van a 10 lépésünk, ezt fogjuk követni. Alul pedig a figurákat láthatjátok. Kíváncsi vagyok a zenémbe, melyik lesz. Itt pedig be tudod x-elni, ha már megvan valamelyik. Vannak ritka kincsek, és van amelyik igazi arany. Wow! Nézzük meg a láda tartalmát. Tyű, ebben is élet van. Az eszközeink ugyanazok, úgyhogy bányászhatunk is. Ezt leszedjük szépen, és jöhet a csákány! Zúzzunk picit! Pif-paf, pif-paf! De jó érzés! Mintha tényleg bányásznék valamit. Már majdnem kész. Csináljuk alaposan. És megvan a csomagunk. Vajon mit rejt ez a csomag? Nézzük is ki. Ígyni. Öntsük ide bele. Azt a mennyi minden van itt. Van egy másik ládánk. Ez egy íj. Itt van a karakterünknek a haja. Itt pedig a teste. Már csak a feje hiányzik. Úgy látom, hogy haragos kedvében van. És még a karja. Na meg a slime. Az igazi ametiszt slime. Ó, mennyire jó gyurkálni. Ú, hogy folyik, ezt figyeljétek. Wow. Ez nagyon jó érzés gyurkálni. Na most rakjuk össze a karakterünket. Ezt is ide lehet pattintani. Így mindig kéznél lesz. És jöhet a ragasztás. Csak pár csepp kell, és már illeszthetjük is a következő elemhez. Látjátok? Már a feje is megvan. És a haja is. Már csak az íj hiányzik a kezéből. Gyorsan bele is rakom. Azt a de menő! Vajon mi előhet éppen most? Elég harcias pózban áll. Jó kis karaktereket kaptunk. És elég jó párost alkotnak. Nagyon szeretem ezeket a gyűjthető figurákat. És ami a legjobban tetszik, nem elég, hogy Minecraftos, de még a dobozt is fel lehet használni. Nézzétek, mintha egy pavilonon állna. Hopp, ide elrejtek két szíveskét, de ne tudjon róla senki. Elképesztő szettek voltak, nagyon tetszett ez a játék. És ez a tundra jó, annyira fantasztikus, hogy nem olvad el. Na sziasztok! Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. És írjátok meg a közösségi fülön, hogy nektek melyik szett jött be jobban. Szevasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!